a város kulturális életének kiemelkedő alakjait díjazták. Könyvtári kihívás, új olvasókat is vonz a különleges játék. Csend, pihenés, turizmus, településfejlesztési tervek Várbalogon. Köszöntöm Önöket, ez a JTV heti híradója. 4 elismerést is átadtak a helyi művelődés ápolásáért a Magyar Kultúra Napján János Somorján. Az ünnepi műsor gondolatai a születésnapját ünneplő városi könyvtárra, a nyelv ápolásának fontosságára és a város színes kulturális életére mutattak rá. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, tovább adom, a szüleim nyelvét a gyerekeim hangján elvenni nem hagyom. A magyar kultúra továbbadásának fontosságáról szólt a város ünnepi műsora szerdán a Művelődési Házban. A diákok és tanárok létrehozta előadásban az idén 60 éves városi könyvtár tere jelent meg, tisztelgésképpen a helyi kultúra szintere előtt. Magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon. Az ünnepségen a tavalyi díjazott Nagy Nélkő Mária, a darab rendezője szólt a közönséghez, hangsúlyozva a János Somorjai kulturális élet színességét. Erről tanúskodik a városi programok résztvevőinek, és a könyvtár olvasóinak, látogatóinak nagy száma is. A város kulturális életéért végzett évtizedes munkájáért, a János Somorja kultúrájáért közalapítvány által megítélt János Somorja kultúrájáért díjat a Rizikófaktor zenekar kapta. A 12 éves együttes kulturális irodalmi koncertjeit, megzenésített verseit is méltatta a díj. Önálló koncertet szenteltek már a Nyugat Kávéházi költészetének, Gyurkovics Tibor és Ady Endre lírájának. Hosszú évek óta a város költészetnapi ünnepségeinek zászlóvivői. A díjazottak a zenekar korábbi tagjainak is megköszönték a közös zenélést. A díj posztumusz elismeréseit a díjazottak gyermekei vehették át. A 2018-ban elhunyt Németh Sándor kőművesmester kezenyomán megszépült a város számos épülete, szakrális emléke, templomai. Legfontosabb helyi munkái között a három templom felújítása, a Liget utcai kálvária renoválása tartható számon. A 2017-ben elhunyt Élő Dénes sokat tett annak érdekében, hogy a rendszerváltáskor az előző rendszerben szovjet hősi emlékművé alakított hármashalom eredeti formájához hasonló külsővel és szerepben újuljon meg. A díj a Trianon emlékév előtt is tiszteleg ezzel. Nagyon-nagyon megható volt, és szeretném megköszönni mindenkinek, hogy megőrizték ilyen módon az édesapám emlékét, és nagyon nagy örömmel hallom, hogy felújítják az emlékművet, és az, ami egyébként az alapítványnak is ugye a szimbóluma, meg egy kicsit az egész településünké. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a megemlékezést. Az előző év egy kiemelkedő kulturális eredményért járó János Somorja építőköve díjat a János Somorjai Galacka család vehette át a Streckerház autentikus, eredeti arculatot megőrző felújításáért. A díjazott kiemelte, bár a felújítás többe kerül, többletértéket is ad. Amit nyújt egy régi, jól elgondolt épület, egy 100 éves épületről beszélünk, az mindenképpen kárpótolja az embert, és azt gondolom, hogy megéri a befektetést. Az átadón Dimény Gábor, a város főépítésze, műemlékvédelmi szakmérnök, a város arculatvédelmi programjának egyik vezetője is méltatta a példaértékű kezdeményezést. A város élő organizmus, aminek ereit és idegeit az utak, vasutak, folyók adják, teste maga az épített együttes, lelke a benne lakozó emberi közösség. A közönség örömmel ünnepelte a díjazottakat és a város kulturális életének munkásait, a köszönet fontosságára pedig felhívták a figyelmet sokan. Sokan kényelmesebbek, hogy otthon megnézik inkább, mint hogy eljöjjenek ilyen eseményekre, akár egy márciusi műsorról van szó, vagy egy jellegű díjátadásról. És mindenképp ezek az emberek azért nagyon megérdemlik, hogy mindenki, aki még eddig díjat kapott, vagy építőköve díjat, vagy kultúráért díjat kapott, nagyon-nagyon megérdemli, hogy ne felejtsük el a nevét. Az ünnepség végén Lőrinc György polgármester gratulált mindazoknak, akik értékessé teszik a helyi kultúrát. Kiemelte, a kulturális értékteremtés alsó szintről indul és úgy válik országossá. Ez bizony a családokban indult, a helyi kis közösségekben, falvakban, városokban folytatódott, a nemzetben teljesedett ki, és vált később az egyetemes kultúra részévé. A Magyar Kultúra Napja a himnusz születésnapja. Ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a vers kéziratát.
Könyvtárba járni menő, legalábbis a most indult könyvtári kihívás miatt. Egyre több általános és középiskolás diákot vonz az idén 60 éves városi könyvtár nemrég útjára indított versenye, amelyben számos, a könyvtárral kapcsolatos, érdekes, izgalmas vagy vicces feladat végrehajtására ösztönzik a fiatalokat. Pénteken egy egész osztály veselkedett neki a feladatoknak, miközben tanórájukat tartották az intézményben. Kocsis szombathelyi Adrián könyvtáros elmondta, a több héten át tartó játék számos feladványt kínál, amiből a nekik legjobban tetsző 15-öt kell kiválasztani és végigcsinálni a jelentkezőknek, majd begyűjteniük az ezért járó pecséteket. A feladatok nem csak könyvekhez kapcsolódnak, az itt megtalálható dokumentumokat, információkat is megcélozzák. A legjobbak könyvutalványokat kapnak majd, de nem is a díjak, inkább a közös szórakozás motiválja a gyerekeket. Az biztos, hogy sokkal többen járnak a könyvtárba az akció kezdete óta, olyanok is, akik eddig nem voltak olvasók. Az ő elérésükkel a könyvtár egyik legfontosabb célja valósult meg. Azt érzem, hogy ez most egy jelentős siker lesz, ugyanis sikerül új embereket is behoznunk a könyvtárba, ami az egyik célunk. A másik cél pedig az ezzel a játékkal, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy tehát a könyvtár az nem feltétlenül csak a hosszú regények olvasásáról szól, hanem egy kicsit játékos is lehet. Egy kicsit vannak olyan feladatok is, amik nem közvetlenül kapcsolódnak, mondjuk nem csak könyvekhez kapcsolódnak, hanem egyéb dokumentumaikhoz is. Várbalog legértékesebb sajátossága a csendben, a pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas lehetőségekben rejlik. Ezt szeretné kihasználni az új polgármester településfejlesztési terve. A célt a falu közösségének összefogása segíthet elérni. Várbalog és Albert Kázmér puszta, a mosoni sík egyik legsajátosabb települése. Bár korábban a szélkerekektől remélt forrást és fejlődést hiába, környezetvédelmi és energetikai tilalom állt az útjába. Most az idegenforgalomra, a falu csendes varázsára alapozna az új polgármester Léber Frank Anita. Lenne a lakosság körébe és a falusi turizmusra érdeklődés és vállalkozói kedv, azt is szívesen látjuk és támogatjuk. A település fejlesztési tervek a helyi közösség erősítéséről és a két településrész nyugalmáról szólnak. A faluból mindenki érezze azt, hogy neki szól, érte van. Megújítanák és élettel töltenék meg a régi iskolát. Táborokat, erdeiskolát is várnának ide, de alternatív óvodát is el tudnának ide képzelni. A felújítást pályázatból és közösségi összefogásból Kalákában valósítanák meg. Közösségi munkában megcsináljuk, és akkor a többi pedig pályázatból megpróbáljuk. Terveket alakítanak ki az üresen álló, illetve klubhelységként működő régi óvodára is, ahogy a víztoronyra, Várbalog műemlék jellegű szimbólumára is. Kiállító tér, kilátó és kávézó is helyet kaphat itt a jövőben. Közösséget erősítő programsorozatokat is tervez a polgármester, és kedvező telekárakkal, falusicsokkal fiatalokat is vonzanának ide. Megújuló energiaforrásokra is támaszkodnának, napelem parkot is el tudnának képzelni ide. Albert Kázmér hangulatának megóvására kiemelten figyelnének, bár több veszély is fenyegetheti a településképet. Én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy ez megmaradjon, mert úgy elveszíteni a vonzás erejét Kázmér a kis gesztenyefáival, meg ezzel a nyugalommal, ami ott van. Lesz most egy ikerházas beruházás, ami már folyamatban is van, és még van egy ukrán vállalkozó, akinek több telke van, és voltak tervei. Ő ilyen magasabb házakat szeretne építeni, örülnénk. Tehát sajnos az engedélyek már megvannak, de azért a folyamat még nem indult el. Azért örülnénk neki, hogyha tényleg tájba illő lenne az építkezés. A folyamatban lévő kázméri útépítés is segíthet az idegenforgalomban. Remélik a János Somorja és Várbalog közötti út kijavítását is. Testvértelepülési kapcsolatokat is alakítanának ki, és az ausztriai szomszédvárakkal is erősítenék a kapcsolatot. Ezzel a Fertőtó és Szlovákia felé is nyithat a térség, akár kerékpárutakkal is. Hétfőn délután a gazdákat, kedden a kisvállalkozókat várja fórumra az önkormányzata városházára. Csütörtökön este a zeneiskola félévi növendék hangversenyét hallgathatjuk meg. Szombaton délelőtt a Balassi Kupa asztali tenisz mérkőzései várják a sportszeretőket a művelődési házban. Este pedig a vadászbálon farsangolhatnak a szórakozni vágyók a vadász vendéglőben. Egy hét múlva újra várjuk Önöket friss hírekkel, addig is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!